200 ezer ember áram nélkül maradt az Egyesült Államok délkeleti részén tomboló hóviharban. Az utak csúszósak, emiatt sok a közúti baleset, de a légi közlekedés is akadozik. Floridában tornádok pusztítottak, tönkretettek több mint 100 lakókocsit, a lakókat szerencsére evakuálták. Hó borította be az Egyesült Államok délkeleti államait a hétvégén. A hóvihar erős széllel söpört végig a keleti partvidéken. Az utak csúszósak, sokfelé jég keletkezett, emiatt a közlekedés nehézkes, bár a hatóságok nagy üzemben takarítják el a havat. Többfelé voltak balesetek, az egyikben két ember meghalt. A jég és a hó miatt lassú a közlekedés. Mi igyekszünk a lehető legbiztonságosabbá tenni az utakat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az utak járhatók legyenek, mondta egy hóeke sofőrje. A hóvihar miatt 1000 repülőjáratot töröltek, 200 ezer ember pedig áram nélkül maradt. Virginia, Georgia, Észak- és Dél-Karolina államokban rendkívüli állapotot hirdettek. A hóvihar az előrejelzések szerint New Yorkot is eléri, ahol 30 cm-nyi hó eshet, és jelentősen lecsökken a hőmérséklet. Emellett a partvidéken áradások is előfordulhatnak. A vihar Floridában tornádókat idézett elő, amelyekben többen megsérültek. A forgószelek nyomában jelentős károk keletkeztek. Három kempingben összesen több mint 100 lakókocsi roncsolódott össze. 200 embert kellett evakuálni.